Szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves sportársak, fiúk és lányok! Az egész világ minden táján, mert most már a BFC, Bedes Fitness Club, igen, rákerül az internetre, a gyerekek jó voltából, mert én sajnos nem értek az internethöz, de ők rárakják, igen, és én szívesen előadom itt a komoly műsorokat, igen? Na, a BFC Bedes Fitness Club ugye Komárnóban van, Szlovákiában, a kis Szlovákiánkban, igen, Rév Komárom néven szerepel, igen, a térképen, Európa, hogy tudják, ha esetleg hallgassák ugye Kanadában a kedves hívők, igen, vagy a világ más tája, Új-Zélandon, nekem mindegy, esetleg Antarktiszon is hallhassák, igen, a szavainkat. Így van, mert ez bekerül így a világ történelembe. Mai nap kérem tisztelettel egy-két kis leánynak a levelét felolvasom, mert megkértek engemet, hogy szeretnének ismerkedni a fiúkkal, a BFC-ben is olyanok is vannak köztük, akik már találtak itten srácok. És az egyik kisleány nagyon szerencsés volt, mindjárt elolvasom nektek, jó leányok, hogy tudjátok, mert ezt azért sok dolog írni föl, de ha meghallgassátok, azonnal fogjátok tudni, igen? Na, különben ezek a műsorok, rajta vannak most már a Google-n is, igen, a Google-n, ugye jól mondtam, fiúk, Google, igen, még rajta vannak a YouTube-on is, igen, még a Facebookon. És egyúttal megkérlek benneteket, hogy küldjétek tovább, igen. Hagy hallja nagyon sok ember ezt, igen, mert az egész világon 700 millió ember beszél magyar nyelven, igen, hagy hallják, igen. Na, még az indiánoknál is magyarul beszélnek, hogy tudjátok, a legújabb kutatások szerint, az pedig Ecuadorban van, az ecuadori hegyekben, igen. Ott is talált Móricz János, ez kutató volt, igen, 1963-ban indián törzseket is magyarul beszélt velük. Na, akkor most már megkérem szépen az első kisleánynak a levelet, igen. Évike megkért engemet, hogy olvassam be. Azt mondja az Évike, hogy 4 éve járok a Bedecs Fitnessbe, és itt találkoztam a nagy ővel. Első szempontjaim azok voltak, hogy nem dohányzott, mert fitnesselt, nem ivott alkoholt, igen, és csodálatos izmaival és értelmes beszédével azonnal megragadott. És nagyon boldogok vagyunk, a mai napig is járunk a Gyula bácsihoz, a BFC-be, a fitnessbe. Érik ezt üzenni, igen? Na most megyek rá a kis tündének. Szintén megkért engem a tündécske, hogy olvassam be a levelét. Már 14 éves koromtól a fitnessbe járok, most 22 éves vagyok. A fiúk a Bedes fitnessbe egy percre nem hagynak békén. Állandóan velem beszélgetnének, de engem maximálisan kielégít a torna, mert az igazira várok inkább, aki férfiassan erős, gyengéd, lelkileg és nem beképzelt. Nem pedig milyen kidíszített autóimádó. A kisleánka úgy gondolja, hogy kidíszített, hogy ilyen piercingek, meg ilyen marazságok vannak rajta. Hát a férfinak nem kell kidíszítve lenni, igen. Ő se szereti a kidíszített autóimádókat, igen. Na, most a Bözsikének a levelét olvasom fel, igen. Figyeljétek! Azt írja a Bözsike, hogy a BFC-be, a Bedes Fitness Klubba járok, és negyedévenként lecserélem a fiúimat, a mindenért. Mert komoly kapcsolatom még nincs. Most 24 évesen inkább érettebb fiúkra vágyódom, 35-40 éves korig, igen. És üzenem nekik, ha lejönnek, itt találkozunk, igen. Aki az erejével és az eszével elvarázsolna, ezt mondja az Bözsike, igen. Lehet, hogy itt van körülöttem, de nem figyel rám. Én nekem egyik szimpatikus, de őt csak a súlyok érdeklik egyelőre, nem pedig a Bözsike. Remélem, hogy majd megváltozt. Na most, a következő kisleány, igen, a Sara és a Kati. Nem szabad ezt a két szót fölcserélni. No, tehát, jól megvagyunk ketten, 17 és 18 évesek vagyunk, de ha jelentkezik a fiú, aki felvállal minket, megkaphat, de együtt kell velünk edzeni is járni a Bedes Fitnessbe,
mert mi főzni nem szeretünk, csak fitteszelni. Kérem, tessék. Igaz is. No, most ez a utolsó kislány, aki megkért engemet, felolvasom a levelét. Ő pedig a Jutka. A Jutka. Azt mondja. A fiúk oda vannak, értem. 25 éves vagyok. A méreteim 97 cm a mellbőségem, 97 cm a csípőm. Igen? És itt a derekam pedig, ez 59 cm. Na, szőke, haj, utálom a műdolgokat, a Norbi baromságait, egye csak ő, attól olyan kifejletlen. Milyen Norbira gondolt? Hát nem tudom melyik Norbira. Ugye? Norbinak a kekszei. Az ugye, mert hát hiányzik a vitamin ásvány is, attól olyan kifejletlen. Tehát ezt utálja a Jutka. Azt mondja, izmos, okos, gyengét pasira vágyódom, biciklizni szeretem, és járjon a BSC-be velem fitneszelni ide Komáromba. Ennyi volt a levelekről. Igen. Na már most beillusztrálok nektek egy kicsit erősebb gyermeket, igen, aki mondjuk fanatikus, ugye, és a Arnoldnak a Bibliájával fekszik le, este mindig megkérje anyukáját, hogy anyuka, adod a Bibliámat, igen. Arnold Schwarzeneggernek az a 1000 oldalas, vagy mennyi könyvecskéje, ugye, és ő az elejétől kezdve a végéig ismeri az Arnoldot. És Arnold Schwarzenegger, ugye, hát ő a király. Na és mostan bemutassuk azt a kis piercinget, amit fiúknak való és férfiaknak való, igen, amitől meg tud erősödni a fiú, igen, meg tud erősödni, nem a fülibe fogja akaszgatni, meg a orrába, ugye, meg a nyelvibe a hülyeségeket, hanem a nyakába teszi ezt az aranyos kis piercinget, igen, ez az igazi piercing, igen. Gyere, Ákos kisfiam, mutasd be, légy szíves, ittassuk. Igen, folytassuk. Mehet? Igen. Na, Ákoskám helyezett a apró kis piercingeskét, ami 17 kiló a nyakacskádba, így, na milyen jól néz ki a férfi, ugye? Ez a férfi piercing. Na, majd teszünk rá még súlyokat is, menjünk oda, gyerünk, most állunk.